25-25 RX első komolyabb bevetése. Ugye én erre vettem ezt a gépet, hogy az út szélét lekaszáljam, meg a hátsó udvart. Körülbelül eddig olyan 2 órát dolgoztam a géppel, és azt kell, hogy mondjam, hogy beváltotta a hozzáfűzött reményeket, úgyhogy amiért ezt a gépet vettem, azt ő tudja. Ugye eddig kínait használtam, azzal tudom összehasonlítani. Ami negatívum a kínaihoz képest, az, hogy gyengébb, viszont nem olyan túl sokkal. Igaz, azért a sűrűbb, nagyobb fű az már megfogja kicsit. Ezt leszámítva viszont mindenben jobb a kínainál. Komfortra, kényelemre egyszerűen összehasonlíthatatlan a kettő. Ezt szinte meg se érzi az ember, hogy dolgozik vele, annyira könnyű, kezes, nem ráz, sokkal kevesebbet fogyaszt. Hallásvédő se kell, mert viszonylag halk. Ugye most még bejáratás alatt van a gép, és a gépkönyvében azt írják, hogy olyan 8-10 üzemóra után be kell vinni szakszervízbe állítani a karbin, mert ilyenkor még egy kicsit dúsabbra van állítva az üzemanyag, így alacsonyabb fordulatszámon megy. Nem ellenőriztem le, de néztem gyári fordulatszámértéket, és 11.000-es fordulat neki a üres járati max fordulatszáma, úgyhogy ha majd bejáródik, akkor utána állít. Úgyhogy maximálisan elégedett vagyok a géppel, nagyon könnyű használni. A gyári hevedere is jó. Használtam ugye a Stihl-lel, van nekem a profi gépekhez való Stihl hevederem. Hát igazából mind a kettő jó. Most próbálgatom ezzel is, azzal is, melyik lesz a kényelmesebb, de olyan hatalmas különbség komfortra nincs, annyi, hogy ez könnyebb, mint a Stihl, még a heveder is az. Szinte észre se veszi az ember, hogy van rajta valami. Jó, hát ugye azt a profi hevedert, azt azért komolyabb gépekhez fejlesztették, de ehhez egy ilyen is bőven elég. Igazából ajánlani ezt a kis kasszát annak tudom, aki maximális komfortra vágyik, és nem erős fű, amit szokott vele vágni, vagy amit vágna vele. Mert azért hiába, hogy rá van írva a profi, de aki mondjuk zöld területkezelést csinál, és azért tényleg komolyabb területeket kasszál, annak én ezt nem ajánlom, mert azért ahhoz gyenge, hát nagyon korlátozottan használható. Kicsit féltem is tőle, azért 25 köbcenti, 1,4 lóerővel az nem valami sok, nekem ide elég bőven. És maximálisan kárpótol a elképesztően könnyű kezelhetősége, hogy kínaihoz képest sokkal jobban manőverezhető is a szórásvédő se akad bele semmibe. Hát jóval kevesebbet is fogyaszt így. Lehet, hogy egy 20-30 év alatt visszahozza azt a befektetett összeget, amivel többbe kerül, de ugye már régebbi videóimban is elmondtam, hogy úgy gondolom, hogy más szempontokat is figyelembe kell venni az anyagiakon kívül, hogyha valamilyen gépet, szerszámot vásárol az ember, saját kényelmére is áldozhat az ember, én úgy gondolom, és most már gyakorlatilag így is csinálom. Azért vettem, hogy a fúrógép helyett is volt, és Strausszom volt, aztán Makitát vettem helyett, tehát összehasonlíthatatlan ott is a kettő, hogy mennyivel jobb a Makitával dolgozni, mint egy Strausszal. Úgyhogy mindenki csak azt nézi, vagyis a legtöbb ember, hogy megtérül, nem térül, meg nem ad annyi pénzt érte, mert sose térül, meg stb. Ilyenek. Hát ez is egyszerűen maga az érzés, ez
Nem azt mondom, hogy megfizethetetlen, mert azért megfizethető, de megéri. Megéri a plusz költséget, én azt gondolom. Csinálok egy indítást, megmutatom, hogy milyen könnyű. Most még langyos a gép. Ilyen egyszerűen beindul. Szinte erőt se kell kifejteni. Simán be lehet úgy is indítani, ugye, hogyha föl van akaszt. Nem kell erőködni. Na, remélem, hogy nem felejtettem ki semmit. Összegzésként azt tudom elmondani, hogy 100%-ban elégedett vagyok a géppel, azt kaptam, amit vártam. Úgyhogy ennek örülök, hogy így összejött. Én ezt még decemberben vettem akcióban, akkor 140 ezerről volt leárazva 125 ezerre. Most per pillanat, ugye megint tavaszi akció van, de most már 140 ezer az akciós ára, 150 vagy 160-ról valahogy így van leárazva a legtöbb helyen. Tehát most 140 ezer, hát majdnem 10 kínait lehet belőle venni, de én úgy gondolom, hogy egy normálissal sokkal többre megy az ember, mint 10 hulladékkal. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy jó vétel volt. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, iratkozzatok föl, nyomjatok egy lájkot. A legközelebbi viszontlátásra, sziasztok!